Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Szentmisénken tegyük imánkat, Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amiről Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen veletek mindenkor. Isten hozott mindannyiótokat ezen a vasárnapon. Tegnap az emlékezés napja volt azokra, akik életüket adták ezért az országért. Annak az ünnepe, hogy van értelme áldozatot hozni. Mennyivel fontosabb Istenünkért áldozatot hozni, ha tudunk egy országért. A nagyon jó hír a mai evangéliumban, és végig a következő vasárnapokban, hogy Isten maga jön hozzánk, hogy maga szólít meg, hogy maga hív meg. És újra annak a kihívása, hogy ezt a meghívást, ezt el lehet szalasztani. El tudjuk veszíteni azokat az egészen különleges pillanatokat, amikor Istennel tudnánk találkozni, mert nem figyelünk oda, mert nem vagyunk készen rá. Tekintsünk magunkba, hogyan vagyunk most itt. Mennyire csak megszokásból, vagy mennyire annak a vágyából, hogy ha szeretnék jobban találkozni Istennel, befogadni Isten szavát, magamhoz venni Jézust az áldozásban, ott van ennek most igazán a mély vágya. Mert tudjuk, hogy sose vagyunk teljesen fölkészültek, mondjuk közösen a bűnbánat imáját. Gyónom, a mindenható Istenem, és ne tekesséljél, hogy sokszor és sokat érkeztem, gondolattal, szólva, cselekedettel és hozzászással. Én ilyen nagy védkem. Kérem azért a boldogságot, mindenkor szeföltelen szűzmárnál, az összes angyalokat és szenteket, és kisditek testvére, hogy imádkozzunk az életet, Úrunkhoz és Istenhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
minden lelki erőnkkel és készséget. Ezt kérjük a mi Urunk Jézus Krisztusban, egységben, Isten, készség, vagy föl tud ismerni Isten hívását, és azt mondja, ez mindenki számára elérhető, aki szereti Istent, aki keresi. Kérdezd magadat, hogy te keresd jobban szíved mélyén Isten. Kasmány. Kérség ragyogó és hervadhatatlan. Könnyen felismerik, akik szeretik, és rátalálnak, akik keresik. Már előre megmutatkozik azoknak, akik vágyódnak rá. Aki korán reggel keresni kezdi, nem kell fáradnia, mert ajtajánál ülve találja. Róla elmélkedik tökéletesen okosság, aki érte víraszt, hamar megszabadul a gondtól. Hisz maga megy, és megkeresi azokat, akik mérnek rá. Barátságosan megjelenik nekik az utakon, és minden szándékukban találkozik velük. Az Isten igéje. Istennek legyen áll.
Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Tesszaloniki hívekhez írt első leveléből. Testvéreim, az elhunytak sorsáról nem akarok tájékozatlanságban hagyni benneteket, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reményük. Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el. Az Úr tanítása alapján ugyanis ezt mondjuk nektek, mi élők, akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az elhunytakat. A parancsszóra, a főangyal kiáltására, Isten harsonájának szavára az Úr maga száll le a mennyből. Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi élők, akik életben maradunk, velük együtt elragadtatunk a magasba, hogy találkozzunk Krisztussal, és örökké az Úrral legyünk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Halleluja! Az Úr legyen veletek! És a telelkedben! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta a tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint az a 10 szűz, akik vették lámpáikat és kimentek a vőlegény elé. 5 közülük balgák voltak, 5 pedig okosak. A balgák fogták lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, és ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott, íme a vőlegény, menjetek eléje. Erre a szüzek minnyájan fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat. Adjatok az olajatokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Okosok ezt válaszolták, nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz, és így szóltak, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Evangélium tanítása, legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, megint egy nehéz történet, egy fölkavaró történet. Lehetséges az, hogy lemaradjunk az Istenről való találkozásról? Lehetséges az, hogy azt fogja mondani az Úr, hogy nem ismer minket? Lehetséges az, hogy mégis csak kellett volna adni ott abból az olajból, az, hogy nincsen. Rengeteg kérdés fölmerül itt.
mer és érdemes kezdeni. Egy, ami biztos, hogy ez egy példabeszéd. Ez nem egy valós történet Jézus életében, ez egy példabeszéd. A példabeszédnél mire érdemes figyelni? Arra, hogy annak mindig van egy üzenete, egy központi üzenete. Tehát itt most jó félretenni azt, hogy miért késik a vőlegény, félretenni azt a kérdést, hogy lehetett-e volna megosztani az olajat. A fő üzenet az, hogy az Úr jön. A fő üzenet az, hogy Isten jön felénk, és hogy valamilyen fajta fölkészültség szükséges. Az, hogy el lehet mulasztani az Istennel való találkozást. Következő 3 vasárnap ezt a fajta kihívást fogja újra és újra a Szentírás elénk tenni. Én azt a képet választottam mostanra, amit jól ismerünk, ami ott van a kocsiba, a üzemanyagjelző kis táblácska. És ismerjük azt, amikor kim vagyunk itt a prérin, ugye itt nem lehet számítani, hogy hol van benzinkút, és csak érzékeljük azt, hogy megy lefelé, lefelé, lefelé a mutató. Elérünk-e a következő benzinkútig? Ajánlom mindenkinek ezt a tapasztalatot, velem már előfordult itt is. De persze ez a szentírási rész, ez nem arról szól, és remélem, hogy nem hozott senki magával egy gallon benzint, hogy akkor most föl legyen készülve. Nem ilyen szó szoros értelemben. Nagyon sokszor viszont használjuk azt a kifejezést, hogy érdemes nézni a saját életünkben, hogy mennyire van tele a szeretet tankunk. Ismertek ezt a kifejezést? Szeretet tanknak hívja a pszichológia, mentálhigiéné, a keresztény lelki gondozásban is, annak a tapasztalatát, hogy amikor a szívünk képes a szeretetre, amikor nyitott, amikor képes befogadni a másik szeretetét. Ez az érdekes, hogy akkor képes befogadni, amikor telítve van, és minél üresebb, annál veszélyesebben egyre kevésbé képes befogadni. Amikor ez a szeretet tank, ez tele van, akkor vagyunk képesek figyelni a másikra. Akkor vagyunk képesek megbocsátani. Akkor vagyunk képesek önzetlenül megosztani dolgokat. Mond ez így valamit? A szeretet tank. Ismerős így akkor ez a kifejezés? Senkinek nem ismerős. Ti bajotok. De akkor most, hogy elmondtam, így fogható, hogy miről beszélek? Tehát ez egy common phrase. Ez a legalapvetőbb pszichológiai alapdolog, hogy ott van-e ez a tartalék. És azt gondolom, hogy a történet arról szól, hogy ezeknél a vőlegényt váró lányoknál ez hiányzott. Na akkor menjünk bele a történetbe. Szóval a régi időben megadták a módját. Ott akkor egy hosszú idő eltelt a leánykérés és a esküvők között. És talán még vannak olyan tapasztalatok, hogy akkor régen ez úgy történt, mint Jézus korában, hogy akkor a vőlegénynek a menete az eljött a lányos házhoz, és kikérték akkor a lányt. Na ez a történet jelenik itt is meg. A vőlegény jön a barátaival, és a lányok pedig a mennyasszonyi háznál a mennyasszonynak a barátnő. Mi a feladatuk ezeknek az embereknek, akik ott vannak a vőlegény és a mennyasszony között? Hogy tegyék ünnepélyessé az egészet, a jelenlétükkel. A lámpások azt fejezik ki, mint mindig, ugye? Mindent kivilágítunk, mindent szeretnénk szépen világossá tenni,
De abban az időben, amikor nem volt kivilágítás, még inkább, azzal a kis mécsessel fejezték ki a szeretetüket. Azt, hogy ők ott vannak, azt, hogy szeretnék ünnepélyessé tenni ezt a lagzit ott akkor a fiatal pár számára. A probléma az, hogy nem tudjuk az időt. Nem tudjuk, hogy miért késik a vőlegény, de késik. És mi történik, amikor valami késik, amire várunk? Elálmosodunk. Lehet olyan ember, aki szeret várni, de alapvetően nem szeretek, és azt gondolom, hogy ilyen nem szeretünk, akkor elálmosodunk. Mit lehet csinálni, amikor elálmosodunk? Alszunk. Tehát a jó hír az ebben a történetben, hogy nem baj, ha belefáradunk a várakozásba. A jó hír az nem baj, hogyha veszünk időt magunknak és alszunk, hogy kipihenünk. A jó hír, hogy azt mondja Jézus, hogy arra szükség van. Fáradtan nem lehet tenni semmit. Se magunkért, se a fele barátért, se Istenért. A jó hír az, hogy Istennek ennek semmi problémája nincsen. A kérdés az, hogy amikor ott fölébredünk, akkor föl vagyunk-e készülve arra, hogy találkozzunk az Úrral. Amit itt látunk, az, hogy van, aki föl van készülve, van, aki nem. És vannak olyan dolgok, amiket meg lehet osztani, van, amit nem lehet megosztani direkt módon. A hit is egy ilyen, amit nem olyan egyszerű megosztani. A kérdés persze akkor az, hogy már megint igazságtalan Isten, már megint csak a doktoráltak jutnak a mennyországba, mert ők az okosak. Figyeljünk arra, hogy nem. Amikor okosról és balgáról beszél a Szentírás, ez nem a mai értelemben van, ez nem egy intellektuális képességről szól. Nagyon fontos itt látni, hogy az, amit a okosnak nevez itt az eredeti evangélium szöveg, a görög szó, az nem a fejnek a bölcsességéről szól, hanem egy olyan tulajdonságról, ami a szívben van. A szívnek a képessége, hogy megértsünk valamit. A szívnek a képessége, hogy befogadjunk valamit. A szívnek a nyitottsága, ami lehetővé teszi a kapcsolódást emberhez és Istenhez. Ez a fajta okosság, talán picit akkor a bölcsesség ezt kifejezi jobban, mint az okosság. És a balga az nem butácskát jelent. A balgának megint egy morális értelme van itt ebben a szövegben. A balga az, aki távol van Istentől. A balga az, aki egyszerűen felelőtlen, nem készül, nem veszi észre az Isten hívását. Nincs meg a szándék és akarat, hogy valamit tegyen erre. A balgaság nem egy intellektuális dolog, hanem a szívnek egy bezártságát jelenti ebben a történetben és a mi életünkben is. Mit lehet tenni akkor azért, hogy éberek legyünk, hogy készen legyünk? Könnyű a cserkészeknek, kim vannak a táborba, és gyakorolják azt, hogy légy éber, légy résen. De mit jelent ez a mi számunkra? Azt gondolom, hogy egyrészt megint érdemes nézni, hogy ez az éber szó, ez mit jelent. Az éberség az nem az, amikor este a 10. kávédat iszod meg. Az éberség itt ebben a szövegben azt jelenti, aki képes figyelni a jelenre. Az éberség az, akinek nem vonja el semmi a figyelmét a lényegesről. Az éberség az, aki nem kalandozik el, hanem amikor valami fontos van, akkor tud arra figyelni. Ez az éberség. Mit tehetünk tehát? Az egyik azt gondolom, hogy induljunk el onnantól, hogy
Vegyük észre, vegyük komolyan azt, amikor fáradtak vagyunk, amikor kimerült ez a szeretett tank. És akkor kezdjük el nézni, hogy mit lehet csinálni. Ne tagadjuk ezt le. Figyeljünk erre és ennek a jelzéseire. 2. Vegyük észre, hogy az egész keresztény közösség az egy várakozó közösség. A várakozás a keresztény életben az nem valami mellékes. A várakozás nem csak ilyenkor karácsonykor, hanem mindig azt fejezi ki, hogy én szeretnék arra a teljes találkozásra készülni, ami majd csak az örök életben lehetséges. És tudom azt, hogy itt ebben az életben sose lehetséges. Én csak készülni tudok, én csak várakozni tudok erre. És tulajdonképpen így az olaj föltöltésének a legegyszerűbb módja egy keresztény közösségként, ha időt adok Istennek. Ha próbálok figyelni Istenre. Ha tudatosan jössz el egy vasárnapi misére, nem csak megszokásból, és ha ott van benned a vágy arra, hogy életednek ezen és azon és amazon a területén Isten segítse föltölteni a hiányzó erőforrásokat, hogy megtöltsön az ő kegyelmével, akkor ezt meg fogod tapasztalni. Ez kell a realitás, hogy hol vagyok, és ez kell az alázat és egy bátorság, hogy oda menni Istenhez, hogy kérni ezt, komolyan kérni. Mi volt az első olvasmányban az alapüzenet? Azok, akik valóban vágynak az Úrra tiszta szívvel, azok megtapasztalják. Ez vonatkozik erre, a föltöltődésre is. És persze ez az kell, hogy várakozzak, hogy nézzem meg azt, hogy mi az én életemnek a reménye. Ha ez csak egy napról napra való élés és túlélés, azt nem nevezzük életnek. Mi az, amit ünneplünk ebben a hónapban, minden szentek halottak napján? Az, hogy ez a találkozás Istennel, ez egy örömteli dolog. Mindazzal a hazugsággal szemben, ami ebben a világban van, hogy akkor megsemmisülünk. Hogy ez egy örömteli dolog. Ez az a remény, amiről tanúságot tett a második olvasmányban Szent Pál. De akkor ezt tartsuk magunk előtt. És akkor nézzük azt, hogy mi az, amit a mai napban azért teszel, hogy amikor a halál pillanatában találkozol Istennel, akkor te kész legyél. És ennek a legegyszerűbb módja természetesen az, hogy mindenkinek a konkrét életében tegye azt, ami az ő feladata. Állapotbeli kötelességnek hívjuk azt, ami neked ott van a választott családoddal szembe, a hivatásodban, keresztényként a tágabb egyfás felé, ott van rengeteg terület, rengeteg helyen vannak erőforrásaink, és ahova kell is megosztani az erőforrás. Mind az, amit teszek azért, mit csinál a cserkész, azért, hogy emberebb ember és krisztusibb keresztény legyen. Amit ezért teszünk egyszerűen keresztényként, az segít. Ugye? Amikor nem az órát nézem, hogy mikor van vége ennek, hanem hogy próbálom keresni azt, ami konkrétan a saját életedbe segít. Mert különben elszalasztjuk a találkozást. Just a few words for the English speakers. This parable is very challenging because it shows that we can miss the encounter with Jesus. So what can we do? We should be prepared. How? To look at the level of our tank of love, our capacity to love and forgive and trust and relate and so on, and so on.
It's a capacity which is changing in our life. Our Christian responsibility is to take care of it, knowing that God is giving always His grace to fill your tank of love. És ha bízunk valóban a hozzánk közeledő Istenben, akkor imádságként valljuk meg most hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a napon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ennek a hitnek a bizalmával imádkozzunk egyházközségünk minden tagjáért, hálából imádkozzunk betegeinkért, Varga Tomás sikeres műtétjéért, Télban Annáért, a Mária Kongregáció élős elhunyt tagjaiért, és elhunytainkért, Antal Zsuzsannáért születésnapján, Katona Lászlóért 11. évfordulóján, Szobovics Károlyért, Somogyi Ilonáért, idősebb és ifjabb Molnár Imréért, idősebb és ifjabb Bács Károlyért, idősebb és ifjabb Szomorú Dezsőért. Mindezekkel a szándékokkal, Urunk, hozzád fordulunk, hallgass meg minket! Imádkozunk továbbra is a békéért a Közel-Keleten, békéért és egy igazságos békéért, Urunk, hallgass meg minket! Hogy az egyház pásztorai éberen őrködjenek a rájuk bízottak üdvössége fölött. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a gazdag népek és a jólétben élő emberek ráébredjenek a szegények iránti felelősségükre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a földi élet gondjai el ne tereljék figyelmünket a Krisztussal való találkozásról. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy életünk végén a szent kenet olajával megerősítve eljussunk szent színed látására. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy megkapják az őszinte bűnbánat kegyelmét mindazok, akiket hirtelen halál ragad el a földi életből. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adulunk, hogy a veled való találkozásnak legyen egy égő vágya bennünk, hogy ne csak megszokásból jöjjünk el vasárnaponként ide, hanem valóban egy komoly vágyjal, fölkészülten, téged keresve, Urunk, hallgass meg minket. És egy kis csöndbe fogalmazzuk meg, mik azok a konkrét, személyes kérések, amiket jó lenne mostan oda tenni Jézus elé. Mindannyiunk szándékaért imádkozzunk, Urunk, hallgass meg minket! Urunk, Istenünk, eléd hoztuk kéréseinket. Áld meg ezeket a Te szent akaratod szerint Krisztusra, mi Urunk által. Oh.
kedvesek legyenek a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezemből az áldozatot, emlék kicséretére és kicsőségére. Minden jó, és legyen a szintet házakban. Urunk Istenünk, tekints megengesztelődve erre az áldozatunkra, hogy amit fiat szenvedésére emlékezve ünneplünk, a szívünk odaadásával elérjük Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Köszönjük! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünk! Méltó és igazságos! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá és alkotott szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódul előtted minden műve. Csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért összes szentjeit újongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük és mindenkor. Minden szentség forrás. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áruld el rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mert önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kenyeret, és még hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek, és ügyetek ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kenyeret, új és örök szövetség. Ez a vér értetek, és sokakért kiadtatok a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölönjük neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét. Hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérünk, gyűjtsd egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesült. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Ferenc püspökünkkel, és egész megváltott népettel. Emlékezz el meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt
akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessük az örök életnek, és dicsőítve magasztaljuk téged, Jézus Krisztus, te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön. Imádkozzunk most Jézus szavával úgy, ahogy ő tanít minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben volt, szenteltessék meg a nevedet, jöjjön el az országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden nap kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket, és ne segítséget kísérjük. Szabadíts meg, kérünk minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Uruk Jézus Krisztus föltámadásod után azt mondottad tanítványaidnak, békességet hagyok rá, az én békémet adom nektek. Uruk Jézus, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr ezen békéje, legyen veletek minden. És a találkozunk. Köszöntsük egymást, te béke jelével. Legyen békesség köztünk minden. Íme az Isten bárány, íme aki elveszi a világ bűneit, a mi bűneinket. Boldogok vagyunk, mert meghívott minket húsvéti asztalához Jézus az Isten bárány. Ízleitek és lássátok, tapasztaljátok meg életetekben, mennyire szeretnék. Thank you.
elmondás utáni csendben egy pillanatra még egyszer végig gondolhatjuk, hol van szükségünk Isten kegyelmére, vagy föl tudjuk tölteni megbocsátásra, szeretetre, ajándékozásra való képességünket. Könyörögjünk. Hálát adunk, Urunk Istenünk, hogy szent ajándékoddal tápláltál minket. Kérünk, hogy a szent lelked kiáradása által maradjon meg az igaz lelkűség, öröm, kegyelme mindazokban, akikben mennyei erőt működni kezdett Krisztus a mi Urunk által. Pillanatra foglaljatok helyet. A mise után Klári várja azokat, akik személyes ima szándékot szeretnének adni. Most a hétvégén cserkésztábor zajlik, most fejezik be, imádkozzunk értük. Hétvégén volt az angol közösségnek egy lelki gyakorlata, vértük, sok minden zajlik így. Mise után első áldozás és bérmálkozási felkészítő, imádkozzunk értük és a családjaikért, akik ebben benne vannak. Lent kávéra, süteményre várunk mindenkit, találkozásra lent a halban. Szerdán a Red Wednesday, annak a napja, amikor az egész világon azokért a keresztényekért imádkozunk, akiket üldöznek a világ bármelyik részén. És tudjuk, hogy több mint 100 országban van világosan látható keresztény üldözés, növekvő számban. Szerd egy alkalom arra, hogy imádkozzunk értük, hogy ez komolyan egy fontos szándék. Jövő péntek több iskolaszékben tiédei lesz, szabad nap a diákoknak. A kisebbeknek délelőtt tervezünk egy programot, illetve nagyobbaknak este egy filmestet. Ben van az információ a hírnökben, kérünk jelzést, akik szeretnek bekapcsolódni. Jövő szombaton lesz még egy szép alkalma itten a Magyar Örökség hónapnak. Egy érdekes előadás lesz, akiket érdekel a magyar irodalom elsősorban, szombaton 11 órakor. Csepregi Gábor, winnipegi magyar irodalomtörténész, professzor, ottani dékán tart előadást a városban több helyen, és itt ugye az a kérdés lesz Kastorányi. A játékosság az irodalomban egy nagyon érdekes, szép kérdés. És jövő vasárnap pedig a Szent Erzsébet búcsúja és díszebéd, várunk szeretettel mindenkit az ünnepi misére, és várunk mindenkit, hogy utána díszebédre is kapcsolódjon be, ez egy fundraising alkalom mindig, jegyek kaphatók bent az irodán, itt a mise után is, gyertek el, egy szép alkalom lesz. De a legfontosabb valóban az, hogy az a fele tekintsetek rá az autón, benzin tankra mennyire van teli, ha kell, akkor tankoljatok meg útközben, de ezt tegyétek meg a mélyebb értelemben, saját lelki erőtök, képességetek a szeretetre erősödjön. Mint azért, amiért ezt a misét felajánlottátok, arra kérünk most az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedben.
Áldjon és őrizzen, kísérjen bennünket a szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Küldetésünk van, maradjunk Isten békéjében. Istennek legyen hálája.